Tartanak a különböző táborok, ahol az általános iskolás korú gyerekek hasznosan tölthetik el szabadidejüket. A kézműves táborokról már nemrégiben beszámoltunk, munkatársaink ezúttal a sportcentrumba látogattak el, ahol az ifjú labdarúgó tehetségek felkészítése folyik, és forgattak a sakktáborban is, amelynek illusztris vendége volt Gál Zsóka, világbajnoki ezüstérmes sakkozó, immár az Ajkai Bányász versenyzője. Hírt kaptunk arról is, hogy gőzerővel folynak a rekonstrukciós munkálatok a Bakonyi hőerőműnél. A jövő héten látványos szakaszához érkezik a program, mivel alpinisták jelennek meg majd az egyik 100 méter magas kéményen, hogy eltávolítsák onnan a nem kevesebb, mint fél méter vastag lerakódott kormot. Nem kevésbé fontos hír, hogy megvan az FC Ajka új edzője, ami reményt adhat a bajnokságban való további jó szereplésre. Részletek az Ajkai Tükör pénteki adásában.